A pécsi középiskolák sorában a legjelentősebb katolikus oktatási intézmény a Ciszterci-rend Nagy Lajos gimnáziuma. Kik a ciszterciek, hogyan kerültek ide Magyarországra és főként Pécsre? A ciszterciek a 11. század folyamán születtek meg, éppen ebben az esztendben ünnepeljük a 900 éves évfordulóját a rend útra indulásának, megszületésének. Franciaországi Szitóból, Franciaország területéről 1142-ben érkeznek Magyarországra, és alapítják meg Bátaszéken az első monostot, az első közösséget, és aztán a történelem folyamán, a török időket követően, amikor a rend élete megújul a Kárpát-medencében, az új tevékenységek, az új munkaterületek közül az oktatásban vállalnak legnagyobb részt, az oktatásban kezdenek el leginkább tevékenykedni. Ez annál is inkább szükséges volt, mert az árván maradt jezsuita gimnáziumokat a bencések és ciszterciekre bízza az akkori egyházi vezetés, és ezekben az iskolákban kezdik meg a merőben új munkájukat, az oktatást és nevelést. Ide Pécsre, a zirci apátsághoz, a zirci kongregációhoz tartozó ciszterciek 1814-ben jönnek, és kezdik meg oktató-nevelő munkájukat, és egészen a II. Világháborút követő feloszlatásig, iskola államosításig dolgoznak itt Pécs belvárosában és a pécsi polgárok javára. A rend szellemiségének alapja, mint minden szeretes rendnél, Krisztus tanítása, az evangélium életté váltása. A rend lelkiségének alapját Krisztus szorosabb követése határozza meg. Ez a benedeki regula szerinti szeretesi ideál, és ezt a Szent Benedek által megalkotott lelkiséget, megálmodott és megélt lelkiséget és regulát éljük mi is. Tehát mondhatjuk úgy, hogy mi is a bencésekhez hasonlóan benedeki szerzetesek vagyunk, reformált benedeki szerzetesek, hiszen mi is belőlük a benedeki családból, a Szent Benedeki családból születtünk. Ez a rendi lelkiség mennyiben nyilvánul meg az oktatásban? Hát az oktatásban elsősorban abban nyilvánul meg a rendnek ez a sajátos arculata, lelkisége, hogy megpróbáljuk azt a következetes Krisztus követő magatartást a gyerekek elé élni, amely igazán hatékony. Az igazán következetes módon Krisztusi élet az, ami a gyerekekre hat, ahogy a pedagógia és a példaadást, mint fontos pedagógiai eszközt és módot számon tartja. Itt a mi iskolánkban, és általában véve a szeretesi iskolákban, és általában véve a katolikus vagy keresztény felekezetű iskolákban a Krisztusi példaadás, a Krisztus követésben való példaadás az, ami a nevelésnek az alapját, a nevelésnek a lelkiségét jelenti. Azután pedig igyekszünk egy sajátosan családias légkört alkotni, létrehozni a gyerekek, tanárok és szülők háromas körében. Ez a gimnázium 314 évvel ezelőtt alapították, és a történethez hozzátartozik, hogy a jezsuita rend kezdte itt az oktatást. Majd később, amikor feloszlatták a jezsuita rendet, a múlt század közepén kerültek ide a ciszterek. Magyarország 5 gimnáziuma közül ez volt az egyik, amelyben az oktatást folytatták, illetve kezdték meg, és a 40-es évek végéig tanítottak, amikor feloszlatták a rendeket, és 40 év kényszerszünet után 1992-ben kezdődött újra a ciszterci szellemiségű tanítás a gimnáziumban. Tehát egy rendi iskoláról van szó. Mennyiben jelent másságot ez az oktatás és a nevelés terén a többi gimnáziumhoz képest? Hát ez egy nehéz feladat a gyerekek és a tanárok szempontjából egyaránt, mert egy plusz vállalást kellett nekik tenniük, amely a vallás tanításának a szabályait jelenti. Tehát amikor ide érkezik egy tanuló, akkor 2 hittanórával több órája van egy héten, ezen kívül évente lelki gyakorlaton vesznek részt, és minden hónapban egyszer egy közös szentmisén. A gimnáziumnak érdekessége és jellegzetessége folyamatosan az elmúlt évtizedek történeteit is figyelembe véve, hogy más felekezeteknek a tanulói is ide jártak. A 900-as évektől kezdve nagyon sok zsidó tanulója volt a
az iskolának, és jelen pillanatban is a reformátusok, evangélikusok járnak iskolánkba, pünkösdi felekezet hívei, és ők a saját egyházukban folytatják a lelki gyakorlatokat, a szentmiséket és a hittanórákat, és úgy hozzák ide az osztályzatot. Tehát ez mondjuk egy érdekesség. Nincsenek ebből sorlódások? Nincs. Ez teljesen automatikusan működik. Igen. Sőt, a felvételnél sem jelent előnyt, hogyha valaki csak katolikus. A felvételnél van egy alapkövetelmény, hogy vallásos legyen, első áldozás és keresztelő után legyen, és ezen kívül a tudás a legfontosabb, és utána jön az, hogy ő melyik felekezetnek a tagja. Nyilvánvaló, a katolikusok egy ilyen iskolába többen jelentkeznek. A 8. után ide kerülő 4 éves gimnáziumba Baranya-Tolna Somogy megyéből jönnek általában, de vannak messzibről jövő gyerekek is. Vannak speciális osztályunk és általános tantervű osztályaink. Az általános tantervű osztály az egy ebben az évben, és ezen kívül van biológia, kémia, angol és számítástechnika osztály, és ebben az évben indult el a 6 éves oktatásban a 6 osztályos gimnázium. Oda ugyanígy 6. osztály után jöhetnek a diákok általános iskolából. Egy felvételi eljárás során, de tartunk előfelvételit előkészítővel, és már ott is február elején megnyerhetik a felvételt a gimnáziumunkba. A 6 osztályos képzés milyen előnyökkel jár? A 6 osztályos képzés az régi időkben a 8 osztályos gimnázium volt a divat. A 8 osztályos gimnáziumban mi nem gondolkodtunk, mi arra gondoltunk, hogy a 6 osztály és a 6 év az egy 2 éves megalapozottság után már egy jóval egységesebb tudással érkeznek az utolsó 4 év tanulmányaik elé a gimnáziumba a gyerekek, és ez a 4 év pedig megint 2 részre bomlik. 2 év általános képzés, és az utolsó 2 év pedig specializáció, tehát fakultációkon keresztül a diákjaink nagyon magas számban kerülnek egyetemek, főiskolákra. Ennek az az oka, hogy az előző években erre a szakra már készülhetnek. Tehát olyan irányban orientálódhat a gyermek, amelyik neki a tudásának és a elképzeléseinek megfelel. A szülők milyen meggondolásból iratják ide a gyermekeket? Mit várnak el ettől a rendi iskolától? Mik a tapasztalatok? Hát a megfontolás azt hiszem az, hogy ebben a régióban nincsen katolikus gimnázium, és azért a vallásos szülők világnézeti okok miatt is, és a hovatartozások tudata miatt is olyan iskolába szeretnék a diákokat iratni, ahol biztosítva látják az oktatást, de ami a legfontosabb, nem csak oktatás, hanem nevelést is. Tehát ez az iskola abban tűnik ki, hogy nem csak oktat, hanem nevelés. Nagyon sok program van délután, szabadidős tevékenységben. Nagyon sok közös osztály megmozdulás van osztályfőnökök vezetésével, amelyek mind azt tükrözik és azt sugallják, hogy a gyerekek egy közösségbe tartozzanak. Ebből adódóan nagyon erősek az osztályközösségek, nagyon jó összetartó csapatok alakulnak ki 4 év alatt. Ez példázza az, hogy most már a rendezvényeinken a régi diákjaink folyamatosan nagy számban jelennek meg, tehát visszajönnek az iskolába. Az érettségi találkozók az a külön színfoltjai az iskolának. Egyetlen élő idős tanár egyéniség a gimnáziumnak a Horváth Adolf Olivér, aki kívülről tudja az összes tanítványának nevét, családtagjait, osztályait, azok folyamatosan találkoznak évente, és hát az Olivér bácsi az egyetlen élő személy, aki még részt vesz ezeken, hát illetve még az öreg diákok, akik megjelennek. Az, hogy a diákok itt ilyen szeretett közösségekben élnek, és nagy az összetartó erő, valószínűleg szebb eredményeket is mutat. Hát ez biztos. Büszkék lehetünk az elmúlt évek eredményeire. Ami nagyon érdekes, az évkönyvünknek körülbelül egy olyan 20-30 oldalnyi terjedelmébe fér el az a versenyeredmény, amit a diákjaink 1 év alatt produkálnak. Minden évben megjelenő évkönyvünknek ez egy külön színfoltja, hogy az elmúlt év eredményei publikussá válnak mindenki előtt. Kiemelném az OKTV-nek az eredményeit, és hát külön büszkeség számunkra, hogy ebben az évben egyik tanulónk a kémia olimpián Sydneyben aranyérmet nyert, a Kromek Sándor tanár úr tanítványa, Csékely Márton, aki felvételt nyert természetesen egy egyetemre. Nagyon sok diákunk Budapesten a
az ötvös és egyéb kollégiumok, színvonalas kollégiumok tagjai válnak, és hát ott folytatják iskolánk hírének öregbítését.